Egyszer vicces volt, a McDonald's-ban odaadtam a smart kártyámat, és akkor a srác ránézett, és így miközben magyarázott, és meglátta, hogy Bogdány Tisztai, Bogdány Tisztai, de az a Bogdány Tisztai Illa? És akkor így ilyen fél órán keresztül nem akarták visszaadni a kártyámat, hanem mondta, hogy Jósi, gyere, várj ide, ez a Bogdány Tisztai, tudod, a színszocsában, mondjál már valamit úgy, mint a Liza, és akkor ott álltak így, egyszer csak így négyen így szemben velem, így a Mekiben, miközben vártam a hamburgeremre, hogy akkor én mondjak már valamit úgy, mint a Liza. Én ezt nagyon nem szeretem egyébként, egyrészt halálosan zavarba jövök tőle. De tényleg, és meg se tudok szólalni, és fülig elvörösödöm. Másrészt meg nehéz úgy Lizaként megszólalni, hogy nincs előttem Liza, ez egy ilyen furcsa dolog, de hát ugye a hang is valahogy úgy jön, hogy ránézek, ott vagyok, és akkor úgy természetesen jön, hogy ő a Liza, Liza hang. Nem is tudom, pár évvel ezelőtt a tankcsapdával, depresszióval elég komoly rockturné volt, arénákat érintett, és akkor az ember ilyenkor előre gondolkodik, tehát, hogy mi zajlik a backstage-ból, óriási parti, és rock and roll is ehhez képest a többi zenész kollégámnak kellett Milhouse hangon beszélni, hülyeségeket, tehát mindig érdekes dolgokat hoz az élet. A Homer Simpson kapcsán is vannak olyan édes beszólások, meg viccek boltban, trafikban, korzón, vendéglőben, bárhol, hogy amikor az embert amúgy is szeretet övezi és autogramot kérnek, akkor nem egyszer odahozzák a telefont, hogy csak egy mondatot mondjak rá, csak ezt ők hadd vigyék haza, hadd legyen ez a csengőjel, hogy do. Meg volt olyan, aki a kislányának kért, hogy egy mesét mondjon el Homer Simpson, és CD-re felvette egy stúdióban. Ez a szülinapi ajándék.